Na szavaztok srácok, Csipi vagyok, és ebben a videóban elkezdjük ugye a heti feladatos rewardokat átvenni. Ugye elérkezett a PL TOTS ugye megkaptuk mellé még a Saudi Ligát is, az annyira nem lényeges, de ugye megjött ugye a PL TOTS ugye brutális kártyák, de ugye a támadók azok elég brutál árba mennek szerintem. Tehát mindegyik millió fölött, másfél millió, két millió, hazard ilyen, majdnem három millió. A középpályások meg ugye a védők azok még ugye hogy Szerintem elfogadható árban vannak, meg a két kapus is. Ugye ezekhez a, a ligákhoz kaptuk most igazán a heti feladatokat. És kezdjük az elsővel, ezzel a torcdíjével. Ugye Premier Liga védővel öt győztes Divizió, rivális, de Divizió riválisok meccsen kell gólpaszt adni. Tehát srácok, nem elég megnyerni a meccset, és nem elég védővel gólpaszt adni a mérkőzésen, tehát az öt divízió riválisok meccsen, de a védőnek ugye Premier Ligásnak is kell lennie. Na hát én ezt a következő csapattal oldottam meg. Ugye betettem 2, 4, 6, 8 darab Premier Ligás védőt, előre meg betettem ugye a két flashback játékost, meg az ide is raktam be flashbacket középre, hogyha esetleg úgy alakulna, akkor egy másik heti feladatot is tudjak ezzel a csapattal teljesíteni, és ugye Végül is teljesítettem is vele a másik heti feladatot is. Úgyhogy ezzel a nyolc védővel aztán nem volt nehéz gólpaszt adni, és ugye mint Premier Ligás védő, és ugye még egyszer mondom, divízió riválisokba fogadja csak el, tehát csak ott lehet megszerezni. Tehát divízió riválisokba premierligás Ligás védővel öt különálló meccsen, amit meg is nyertek, adtok legalább egy golpaszt meccsenként, akkor tiétek ez a toc dinnye. Digne, így mondják? Digne? Hát sem tudja, hogy mondják francia, úgyhogy... hogy uh, fogalmam nincs, hogy mondják. Elég alacsony. Ja, a fejelése nem is a legjobb, de ez a jumping nem olyan rossz. Stamina 89 az jó, balance 91, kompozőr 82, balkontroll 91, ezek jók. Passzolni is tud, mert a short pass 94, beadás 93, shot power ugye 94, egész gyors egyébként nem is tudom, kihez kéne ezt a dínyét hasonlítani. Minden esetre ingyen volt. És azért a defending értékei, a stand meg a slide, nem olyan rosszak egyébként, az interception se. Úgyhogy azért a pár gólé vagy gólpasszél szerintem simán megéri egy ilyen Tóci játékos, ugye 88-as Premier Ligás Tóc. Uh, meg is nézzük ezt a fickót. Most tudom, kit rakja ki. Csak nagyon kíváncsiak, hogy mennyire jók a statyém, mondjuk az alonzó képest. Aha, azért elmarad az alonzo de ugye gyorsabb. Hát de le kell tesztelgetni, srácok. Aztán kiderül milyen, de hát ingyen tudsznak, ne nézd a fogát, ezt mondják. Na srácok, ha tetszett ez a rövid kis videó, akkor dobj rá egy lájkot. Csipi voltam, szevasztok!